Erőtegészséget, kedves bajtársak! A Kavalgémcsinek rabtörőrmester szolgálatra jelentkezem, és mint ott láthatjátok, ismételten visszatértünk Tarkovba. Széjjel nézünk, hogy mi a helyzet. Ugye adtam el egy pár dolgot így a tegnapi nap folyamán, és itt valami vissza is jött. Úgyhogy ezeket átvesszük. Ugye van 1,4 millió pénzünk, gránátdoboztól kezdve Lucky Scev Junkbox, ugye megvan már a kajás tartó, ez a Hold Linux, vagy minek hívják, ugye medikálos cuccom is van már, úgyhogy azért eléggé szépen összeszedegettem itt a dolgokat. Ugye jelenleg úgy állunk, hogy 18-asok vagyunk, és arra gondoltam, hogy megyünk majd Scev, utána pedig egy PMC kört, és akkor megpróbálunk valami küldetést esetleg, ha úgy van, megcsinálni. Közben ugye megy a... Hideoutba az egyéb dolgoknak a megcsinálása, úgyhogy az elég jó. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit ad most a játék. Nem tudom, hogy ti szoktátok és srácok nyomni, hogy valaki esetleg annak idején játszotta vele és nem kezdte el le újra, vagy ilyesmi. Hogyha úgy van, esetleg nyugodtan lehet csatlakozni is, amikor így föl vagyok, rám írtok, megbeszéljük, és ha úgy van, akkor mehetünk egy pár kört. Nem mindig szoktam vele játszani, de amikor úgy van kedvem, akkor leülök, és akkor én is igenis tolom. Úgyhogy várjuk a lehetőséget. Remélem, hogy azért tudunk kihozni valami jó cuccokat, meg ezzel a fegyverrel akkor vissza fogunk menni. Egy picit modulunk rajta, és akkor nekivágunk újra. Remélem, hogy azért hamar betesz. Ezt a bilit meg, ami a fejemben van, szerintem ezt el fogom dobni. Loading loot van. Hajrá, hajrá! Na, aránylag gyorsan vetett. Úgy nem is látok semmit. Még lehet, hogy jó lőszerünk is van. Na, PS lőszer. Szkópon nem tudunk változtatni. Vannak dolgok, vagy vannak szkópok, amikre nem emlékszek, hogy mi micsoda. Ez kell. Nagyon sok mindent nem kaptunk. De legalább normális táskánk, meg aránylag normális fegyó. Hány percnél járunk? 24-nél? Oké. Szóval ebbe a bilibe nem hallok semmit. Pedig az igazság, hogy eddig én a játékban elég botfülű voltam. És most jobbak a hangok, tehát hogy még én is észreveszem azt, hogyha valaki súnyol a bokorba, vagy ilyenek. Hát, valaki hangtompítóval csattogtat. Biztos, hogy kijutunk élve? Ezt levesszük, legalább halljunk valamit. Még egy fegyó, ez nagyon jó. Jó, az csak Scev. Lehet, hogy borulni fogunk ebből. Már tegnap volt szerencsém, tehát nem véletlenül van annyi mindenem, amennyi van. Nagyjából a hideoutban is minden a 2-es szintű van, ugye a level 22 kell, hogy tovább tudjunk menni. Ugye a Mechanic bácsinak 22-esnek kell azt hiszem lenni, hogy a továbbiakba tudjunk építkezni, addig viszont össze tudjuk gyűjteni azokat a dolgokat, amik szükségesek a hideouthoz. Ezek nem cicóztak. Jó, hogy ezek playerek voltak. Tehát ezeket le kellett volna lőjük. Jó van. Hát fúra Sceveknek néztem. Jó, kezdődik. Hát le kellett volna lőni mind a kettőt konkrétan. Mint a kutyát. Jó, van táskánk. De milyen küldik vannak, amiket esetleg meg lehet csinálni? Shoreline-os, ki kéne hozni a cuccokat. Ez ugye factory miatt van nálam a pisztoly, ugye megcsináltam a küldit. Nézzük, mit tudunk ezzel kezdeni. Egyszer. Azt hiszem, hogy ilyen nem van. Igen. Ilyen rá egy távcső. Azt mondom, hogy ez baromi drága, ez ilyen 60 000-es cucc például, hogyha egy ilyet ráteszünk. Hű, 90 000. Jó, hát. Van pénz, nem sajnáljuk. Van BP-nk is, meg PS-ünk, hát PS töltünk bele. Ezt kidobjuk, ez most nem kell. Jó, hát meglátjuk, mit tudunk elérni így. Ebből kevés van. Úgyhogy ezt nem ez, hanem ez kell. Ó, nincs is nekem több. Jó, hát akkor vásárlás. Ebből viszont kell egy pár, mert jó, ha van. Olyan kis biztonságot nyújt egy picivel. Nem nagyon, de általában a heavy vérzés az veszélyesebb szerintem, mint a többi. Split. Jó. Meg egy bandást, nem ezt, bandást akartam betenni. És itt minden szana szét van már megint. Ezt ne nézzétek. Nem láttatok semmit. Jó, Shoreline-t kell nekünk, ugye? Igen, az UAV-okat kell megnézni. Jó. Akkor menjünk egy light-os Shoreline-t, szél nézünk kint. Indulás. A szerencsénkben még lehet, hogy Még matching van. Bebeket van a basszam a gyereket, aki ott izé lootolt. Azt hittem, úgy szkevek, azért nem lőttem ráig. Nem akartam a fenszeretű bumat elcseszni. Nem azok voltak. Jó sokáig loading loot van. Lehet szavazni, srácok, túléljük, vagy nem? Sokáig kell várni most azért. 3 perc 30. Na majd most. Még mindig, amikor megyünk be, akkor itt látjátok fönt, hogy így felugrik a pingjelző. Elég rendesen. Jó, hát mi hamarra indulunk el. Ugye nekünk az UAV kell. Balról jöhetnek. Ugye az problémás. Jobbra a gömbnél is lehetnek, az is problémás. Meg ugye mögöttünk is. Ugye most mindenki fut be szerintem a resortba. Üres minden nélkül ment a gyerek. Elég érdekes. Daló bokroztak, nem? Vagy én voltam? Tudja a franc. Mondjuk most itt is láthattátok, hogy miért nem vagyok jó az FPS játékokban, mert itt szergény gyereknek is. Egyet mellé lőttem, egyet meg jó közel. Sok kis hírt hozott be magával. Na, nézzük meg az elsőt. Lezuhant repcsik közül. Talán már az egyik része a bandának elfutott. Át kell menjünk a másikért, ami meg úgy teljesen a másik oldalt van. Csak ugye az a kérdés, hogy merről kerüljük ezt az egészet. Már most jó súlyban vagyunk, szerencsére. Próbálunk itt rezor előtt elmenni, és úgy rákerülni a másikra. Szerencsénk van, akkor kijövünk, még tudunk menni még egy Scev kört, ami nem lesz rossz. Ja, egy meccs azért elég sokáig tud tartani. Ha nem faktorira jártuk, mert a faktori az gyorsan véget ér. Aha. Nézd már a szemétládát, egyből előtt. A bolond vagy? A bolond Scev, hello. Na, hát én is tudok lövöldözni, te. Hajhaj. De bezzeg nem esett le, csak a lába lóg le. Lógatja a lábát a fiú. Ez itt nem a kedvenc részem, egyikéhez tartozik sajnos. Úgy itt fent szoktak ülni ezekbe a bokrokba. Van, aki úgy itt szokott kifutni. Ilyenkor az elején mindig inkább főleg a küldetésekre megyek rá, hogy minél több mindent meg tudjak nyitni, minél több minden elérhető legyen. Ugye érdemes a... Ez kev lesz. Ugye ahhoz képest, hogy 22-es volt a gyerek, elég ilyen lazán adta elő, se füle, se semmi, csak futott így keresztül a mezőn. Nem tudom, mi volt a terv amúgy. Csak egy kis AKSU-val bejött. Bent van. Valahol itt kell legyen ennek a lezuhant valaminek. Itt előttem. Nem. Itt van. Nem látok szkevet, szerencsére. Okay. Kettes sas drive. És akkor szerintem mehetünk is ki. Ugye a küldi az megvan. Egy kis lútocska van nálunk, nem sok, nem, tehát nem arra mentünk rá, hogy most aztán úristen kilútoljuk az egészet, hanem szépen így a küldiket csinálgatjuk. De azzal azért lehet haladni, adja az XP-t is. Szegény gyereket amúgy is lelőttük. Még szoktak járkálni szkevecskék. Aha. Bent megy a rutyutyú. Többé semmi nincs. És nincs szerencsénk. Elmehetnénk ide a mocsárba is, esetleg széjjel nézni még, de... Nem tudom, hogy a két küldi tárgyal kockáztassunk-e. Vagy sem. Nem sok minden van nálunk amúgy, tehát hogy ettől azért több mindent is ki lehetne hozni. Csak úgy itt a hétvége általában ilyenkor azért elég sok squad szokott szaladgálni. Mondjuk most szerencsénk volt, hogy ez egy... Ott volt hátul. Ez a kérdés, hogy merre fog jönni? Meg mire lőtt? Meg fogja venni valaki? El se tudjuk tenni, de el tudjuk. Jó, menjünk is, srácok, aztán. Oké, bejövünk még egyszer. Hát sikeresen kijutottunk ugye ezzel a küldi tárgyal is. Odaadjuk az öreg Peace-nek. Ha örüljön. Mondjuk ahányszor kiosztam már neki ezeket, hát... Toraxon lőttük a gyereket. Kár, hogy az első kör az ilyen bal szerencsésen sikerült. Na, játék, köszi. Hello, Peace, figyelj csak itt a szarod. Boldog vagy? Jó, hát ebből majd még kell neki. És akkor most jön a ideje, hogy elimináljuk a szkeveket. Untárba. Shoreline-on. Kedvenc, yeah, imádom. Úgy nem szeretem. Itt a kis szkópom 2 is, amiket szeretek. Ez mind a 2 amúgy nagyon jó kis szkópok amúgy. Én szerintem, tehát én szeretem őket használni. Mondjuk egy picit olcsóban azt akarát, hogyha elviszik. Azokat nem fogom eladni, az biztos. Ezt eladhatjuk. Nem tudom, mennyire veszik ezt a pisztolyt. Ez is új. Ezt a csövet érdemes volt-e kihozni? Hát tudja a franc. 29 000. Hát nem nagyon viszik. Hát nem az van, hogy pörög, ezt lehet, hogy hamarabb. Tedd már ki. Ezt lehet hamarabb eladjuk meg ezt a váltámaszt. Ha már is kelt az izé. Szerintem ezt hamarabb megveszik. 8000-ért. Mondjuk ez lószart nem ér amúgy. Meg 85 000. Hoho, de szép is volna. Na, meg ugye a gyereknek az AKSU, ezt majd valahogy át fogjuk alakítani, vagy eladom és veszek helyett egy másikat. Jó, hát tettünk egy kört, mondjuk úgy, egy lájtos kis kört bent. Van már nézém szkevem, hogy ne lenne. Oké, taposunk még egy szkev kört. Na, készen van még egy küldítás, az alkalmas, ilyen napi küldis cucc. Szépen jönnek a cuccok. Tényleg írjátok le kommentben, hogy mi a véleményetek, ami nektek a játékra. Csűha! Hát ez nem a legerősebb lőszer, amit valaha láttam. És egy hulla sincs itt, érted, hogy... Hát, hogyha valami normálisat ki tudnánk lootolni. Már fosztották, TMO. Futjuk a kis szokásos kört, amit tudunk, kiviszünk. Bam! Head ice. Még füles sincs rajtam. Aha. Az már azért ér valamit. Ez is. Ez is. Azt nem mondom, hogy olyan sokat. Azt hiszem ez a Zsukov is. Itt nem járt senki. Itt a tép. Akinek még nincs meg a szekurja, az itt van. Ki tudja vinni. Itt az elég sűrűn szoktam találni. Nem tudom, hogy benézzünk a strongholdba vagy sem. Mennyi? Oké, nem. Volt egy kis lag, és internet probléma. Hússunk innen a francba. Valakinek nagy puskája van odabent. Meg csak is csöves kevek vagyunk. HDD. Gaz analyzer. Militari kabel. Az olyan volt, mintha itt robbant volna amúgy a fejünk fölött. Megint meghalunk. Még 18 perc van. Aki nagyon dobálja a gránátokat, hello. Ilyenkor kockáztatni kell. Ugye a Scavvel nem veszítünk semmit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mellény? Ez az, kösz. Ja, nem kösz. Nem tudok vele mit csinálni. Hát nem fogom tudni eltenni. Sehogy sem. Nem is látszik, hogy jól ment. Vagy másik le, nem tudom. Oké, kimenjek. Jutok itt a Scav checkpoint felé. Aztán lehet, hogy nem is ott kell kimenjek, tudom. Na, top a láb, ugorjál már föl, hello. Nézd már oda. Bénázol itt. Azt is nem tudom, hogy ez több helyet ad, mint amennyit foglal egyel, aha. És akkor így marad egy 2-es slot. Jó, itt Scev dumál. Nincsenek lelőve Scevek. Oda még nagy háborúk vannak. Még egy pisztoly. Jó, hát elvisszük, mert minden pénz. Jobb kivinni inkább, mint üresen menni. Ha meg lesz valami jobb, akkor visszük azt. Medz jöhet, aznak jó ára van, jöhet. Ez is jöhet. És ez? Aha. Ez mehet. Így. Bár hülyeséget csináltunk. 4. Szóval a lőszer nem fog kelni, meg az amúgy se ér annyit, mint az egész pisztoly. Akkor inkább ezt visszük ki. A Rubel se ér annyit, szerintem. G-sok. Valaki beszélt? Aha. Valaki beszélt, itt kommandózik. De hát mi már kijöttünk addigra. Ráér! Gyors, lepakolunk. Azaz. Átvesszük a cuccot, mert az fontos. És azt mondja, ennyi volt. Az első kört azt mondja, bárom, hogy nem lőtt, gyújtottam szemmel a gyereket, míg ott lútolt. Aztán a másikkal meg rájöttünk volna fájtolni, vagy lefájtoltuk volna, vagy nem. A szemen kellett volna gyújtani a gyereket. És már mindegy, tehát ez már így marad. Én napi küldüket is szoktam csinálni, tegnap ilyen Juski Factoryról kétszer, akkor csináljuk meg ezt a szövetet. És elvileg ezt, nem tudom, már még neked Jagernek kellett talán? Igen. És ugye akkor megvan a küldi. Még 2 PMC-t ki kéne nyírjak, van rá 29 percem? Ez komoly? Hát ezt nem erőltettem, ezt a küldit. Többieknél azt hiszem megcsináltam a napit. Igen. Ja, a többieknél megvan a napi, tehát hogy azoknál már nincs gond. Hát ez nem lesz meg, tehát nem lett meg a 4. Tegnap keveset is játszottam. Mindegy, hát ad egy kis szemetet, meg egy kis pénzt. Mondjuk elég jó kis lóvét, meg a csavar se rossz. Itt meg ugye szépen mennek el a dolgok is, akkor gyűlik megint a lóvé. Tudunk föltenni megint jó sok értékes dolgot. Ez biztos, ha ilyen 40 000 körül volt, azt hiszem tegnap. Hát 32 most. De az se rossz. Föltesszük 33, és akkor meglátjuk, hogy elviszik-e vagy sem. Igen, hát ez a cső ez olyan, hogy végül is vittek el be... Nem. Ezt tette följebb kevesebb pénzért. Nem hiszem, hogy ezt a csövet bárki megveszi. De ott az egyet megvettek amúgy. Azért azt nem vették meg ezt a... Azt hiszem ez a Gladi TTV-je volt fenn már egy ideje. Mindegy, hát hogyha megveszik. Több, amit kihoztunk... megvettek valamit. Ez 25 000. Az nem rossz amúgy. Aki szereti ezt a fajta izét, váltámaszt, ezt azért szokták viszegetni. Jó, nézzük a többi azért mit ér. Mondjuk ez a dobtár, ez 23 000. Az nem volt valami jó. Ez 25 000. Ez a Militari kabel, ez 30 000. Szerintem az később lesz majd drágább is. Gaz analyzer 14 000. Ugye most már nem kell, tehát már megcsináltam a küldit sikeresen. Ez 11 000 a nagy, ez a nagy, hogy hívják, kicsi nem tudom mennyibe kerül. 20 000 a Glock, az viszont jó. Ebből van 2 is. Aha, itt egy kicsi. Nézzük a kicsit mennyibe kerül, az 10 000. Aha. Tehát konkrétan egy ilyen kerül 11 000-be, de ha ketté vágjuk, sőt 9 000-be, akkor kicsivel jobban járunk, mert abban azt hiszem 2-t kapunk. Csak azt hiszem, hogy az olló kell. Igen, olló kell. Csak most az a kérdés, hogy ilyenkor elhasználja az ollót, vagy nem? 2 órát. Na jó, csináljuk meg, és akkor a 4-ből csinálunk 40 000-et, nem pedig 20 000-et. Azért ez egy kicsit jobb pénz. Szerintem. Milyen lőszer van ebbe? Oké. Okay. Ezt majd eladjuk. Jó. Na, srácok, hát ennyi lett volna. Az összes többit majd szépen eladogatom. Így a dolgokat. Ugye mentünk egy kevés kis kört, megnéztük, hogy meg mint. Mondom, akinek van kedve, az nyugodtan írjon rám, és akkor megbeszélünk egy időpontot, mehetünk egy pár kört bármikor. Majd, hogy nem bármikor. Úgyhogy további kellemes napot nektek, és akkor várok vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek, hajrá, sziasztok!